Ebben a videóban 24 óráig be fogjuk zárni magunkat egy garázsba. Ez nagyon nem jó ötlet. Csak a szokásos. Szóval az előző videóban veszítettem, és Magor találta ki ezt az ötletet, de úgy volt vele, hogy jó tesó létére akkor csatlakozik, és meg mivel egy országgal arrébb vagyok. Nagyon nem volt választása. Viszont Magor még nem tudja, hogy ez alatt nem használhatunk telefont, laptopot és semmilyen olyan kütyüt, ami időt mutat. Szóval vegyük egy picit vissza az időt, és menjünk, csomagoljuk össze ruhát, kaját. Hogy fogunk vécézni? Most ez jutott eszembe, nem tudom, hogy honnan. Most még gyorsan elintézem. Paparazzi! Nyilván csak vicc volt, úgyhogy elmentünk és megvásároltunk mindent, amire szükségünk lehet, bár ki tudja, hogy mi kell ilyenkor. Tehát most van nagyjából fél 9, holnap reggel 9-ig nem fogunk tudni onnan kijönni. És Magóra várt még a meglepetés. Azt nem szabad. Valamit nem mondtam el. Szóval nem vihettünk be semmi olyat, ami mutatja az időt. Karórát, légy szíves, vegyed lefele. Mi ez? Ez egy blahaulújzat? Bocsi, megnézhetem, hány óra van? Á, látom, köszi. Szóval a 24 órát úgy kell kibírjuk, hogy lesz egy füzetünk, meg egy tollunk. Amivel szerintem sokra nem menjünk. Mert hogy csinálunk egy táblázatot, ú, az egyenes vonal lesz. És amikor úgy gondoljuk fejben, hogy most szerintünk eltelt egy óra, akkor rajzolunk egy X-et. Itt tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mikor van vége a videónak, de... de nem tudjuk, tényleg nem tudjuk amúgy. Hogy mikor fogunk kijönni? Szinte az egész lakást kiirítettük, úgyhogy biztos, hogy mindenünk lesz erre a következő 24 órára. Ha egyáltalán kibírjuk. És mi van? Nyissuk fel! Na mi van, el is foglaltad a helyet? Itt alszok. Na jó van. Hűha! De hülye, itt azért van minden. Hideg is van. Úgyhogy iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, mert kezdődhet a móka. Hallod, azért pisilni, kimehettünk volna egyszer még. Kis karácsony, nagy karácsony, nem látod, hogy ne villogjon ez a szak. Jó, oké, és most akkor mi van? Ilyen még nem volt. A videó elején leültünk és megkérdeztük, hogy mit fogunk csinálni. Hogy fogod eldönteni, hogy eltállt el jóra? Érzed? Hol érzed? Sgedben? Nem b****, nincsen neked egy belső órád? Nincs. Úgyhogy mivel zavart az idő hiánya, haha, megcsináltuk a saját óránkat. Egy kockázászló. És bármi ennek ellenére se fogjuk tudni, hogy mennyi az idő. A videó fájain rajta van az, hogy mikor vettem fel. Szóval utólag fogom nektek tudni azt, hogy amikor mi azt hiszük, hogy mondjuk 12 óra van, akkor valójában mennyi. De a hidegen kívül vajon mit találunk? Azért nem fogunk megfagyni. Ez nem klíma? Itt van heat, cool air. Én ezzel fogok aludni. Megnyomtam valamit. Van tévénk. Nincs tévénk. De mi nem használhatjuk, mert ha véletlenül megjelenik rajta az óra, akkor csaltam. Ja, és egy jó tipp. Sose nyomkodjatok össze-vissza mindent egy idegen helyen. Dugd vissza, g***i! De mit csináltam? Várjál már! Dugd már vissza, te agyhalott! De mi? Amit kihúztál! Találtunk még egy kisebb melegítőt. Van mikrónk, úgyhogy tudunk rendes kaját csinálni. Van hűtőnk. Ott van ventilátorunk. Jó, nem fázok eléggé. És ami végig ott volt a szemünk előtt. Hogy akarsz ide egy pingpongasztalt? Ne kérdezzétek, hogy akartam ekkora helyen kinyitni. Na, nyomjad neki. Hajrá! Kicsit az asztal ilyen íves. Nem hibátlan, de arra tökéletes, hogy eldöntsük, ki tud jobban pingpongozni. Na jó van, emberre, hogy adjam azt. Hát mi most azok magul megvár. Egyszerűen nem hagyhattam, hogy megalázzon. Ez most mi van ilyenkor? Visszaadta az ajtó! Mi van 24 óráig pingpongozunk? Nem, nem. Hogy adjam ide, az elsőt én nyertem, de... Magor visszavágott ki, mert azt mondja, azért veszített, mert ott van. Úgyhogy most helycserélünk. Ennyi helyen játszottál? Igen. Az igazság az, hogy tényleg sokkal nehezebb, de azért szereztem pontot. Na mi van? Tényleg szar, mert a derekam már fáj. Na mi van? Aztán megtörtént, amire nem számítottunk. Meglepő, mi? Azt nem értem. Kiment a labda, és nem tudok érte menni. Na most a labdát nem akartuk kint hagyni, de ugyanakkor a kihívást sem akartuk emiatt feladni. Szóval Magornak megszületett a brilliáns ötlete. Legalább most az egyszer tényleg hosszú lehet valamie. Áh, ez kizár dolog. Ejjjj, vigyázz, nem lehet kint a golás területen kívül. Jó, jó, jó. Ne! Most mit csinálsz? Orgászok. Ember, most jövök a garázsból. Nem bírom, na. Júj, ez az. Hozzad. És... Győzelem! Szóval többet nem nyitjuk ki, hogy tényleg azt se tudjuk, hogy kb. Milyen napszak van, mert ez így csalás lenne, hogyha látjuk. Amúgy szerintem most már eltelt még egy óra, úgyhogy én beixelek még egyet. Mindkettőnk szerint most nagyjából 11 óra lehet, ami azért érdekes, mert valójában 11 óra 27 van. Reggelinek figyeljétek, mit vettünk. Egy egyszerű ráment, amit lehetetlen elrontani. Nézzétek meg ezt az úriembert, hát mellé önti az egészet. Fogd be. Nem osztunk kanalat? Hát itt nem hiszem, hogy van kanál, miért lenne itt kanál? Az baj. Körbenéztünk, hogy nemet találunk egyet, és szerencsére sikerrel jártunk, de elgondolkoztunk azon, hogy egy instant dolgot nem tudunk megcsinálni. Nem megy bele, no. Mi lesz még ezek után? Dartsban is megnézzük, ki a jobb. Magor nagyon jól áll. Minél hamarabb kell nullára jutni. Egy, hát nézzétek meg Magor dobását. Aztán megcsináltam. Visszavágót kérek. És hogy mennyire tudok én jól játszani? Hatot kéne dobjak. De legalább az idő nagyon jól telt, szó szerint. Olyat csináltam, amit a világon még senki. Ez... De hogy? Fordítva! Nem tudom, hogy... Elég sokat játszottunk, és konkrétan mindegyiket Magor nyerte, amitől kezdett lesülni az agyam, és egyszerűen kiégtem. Köcsög Jankó! Jú, de hideg van, de mindjárt nem fogok fázni, mert edzőterem idő van, úgyhogy most irány lehet itt edzeni, hogy csináljunk valami egészségeset és a sok zabáláson kívül. Nekem van egy ötletem. A kitörés, lábra gyúrul. Hogy ennek van-e értelme? Valószínűleg nincs. De hát reggelig ide vagyunk bezárva, szóval valamivel el kell tölteni az időt. Minek gyúrsz lába, ugyan pálcik a lábaid vannak. Úgy megdobnám, csak az a baj, a garázsajtóval együtt mennék ki. Aztán amikor Magoron volt a sor... Nem. Neki annyira nem jött be ez a program, úgyhogy igazából én folytattam még egy kevés ideig. Ezzel lehet fekőt csinálni, eldőlnes pofára esnék. Elegem van. Megint visszakerültünk oda, hogy mégis mit csináljunk. Gondolkoztam, hogy most ténylegesen mennyire jó az időérzékünk. Én már nagyon ebédelnék, mert szerintem már bőven megvan 4 óra. Nem lehet ember 2 óra, hát egy csomó mindent csináltunk, tehát nem tudom, nagyon kíváncsi lennék most mennyi az időt, ti tudjátok, ez köcsökség. Vásároltunk ilyen instant hamburger. Nem tudjuk, hogy milyen lehet, de a semminél biztos. Vagyis hát én szinte megeszek bármit. Én nem mondom vagyok, hogy örüljünk, hogy melegkaját tehetünk egy ilyen kihívás videóban, mert ha nincs mikró, nem tudom, mit csinálunk. Nagyon nagy a csend. Tehát, és engem ez most már zavar. De hogy egy kis zene, vagy valami. Jégből vagyok, s talán el sem olvadok. Eddig tudtam. A következő dolog, amit fogunk csinálni, ez nagyon fog nektek tetszeni, mivel találtam valamit, várjál? Nem a legjobb ötlet szerintem itt bent használni. Moments later. Van egy diszkó göndjük! Ne! Jól tívik! A feladat a következő. Van egy nagy ágyunk, és ugye az előbb nagyon sokat veszekedtünk azon, hogy az övé lesz a nagy, az enyém a kicsi, elmondom a nagy ló. Szóval 3-szor fogod reptetni te is, meg én is, és a 3 közül a leghosszabb szám. Aki hosszabb, mármint a reptetés ideje, azt fogja kapni a nagyobb ágyunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, akkor 19 az enyém. 2, 3, 4, 5, 16, ne! 17, 18, 19, 20. Magor fantasztikusan ráérzett, hogy a benne levő szenzorokkal hogyan kell irányítani, és már kezdtem félni, hogy addig fog repülni, amíg le nem merül. Nem tudom szándékosan-e, de bereptette a vasrúd és a fal közé, és mivel ő azt érzékelte, hogy felfele kéne menjen, és nem tudott, ezért állt egy helybe, Magor megült. 62, 63. Meg kell próbálni újra. Ez van, Magor ilyen nagyobb ágy. Építünk egy akadálypályát Magorral. Csak ez nagyon sok idő lesz, úgyhogy nem baj, megcsináljuk. Régóta ki szerettem volna próbálni, és most itt az idő és az alkalom is. Ez egy pingpong labda. A lényeg az, hogy ugye ilyet felrakod, jön, bemegy oda, és leesik a fa... Az első ötlet nem jött be, úgyhogy elővettünk minden használatot és teljesen átrendeztük az egész garást. A dominó magától pofára esett, amitől én is, illetve az is idegesítő volt, ha véletlenül bárhol meglöktük, akkor az egész sor eldőlt és kezdhettük előről. Na jó, skacok, nagy levegő, lássuk, ha nagyon félek, te hülye. Majdnem jó volt. Na lássuk, most nincsen benne semmi csavar, csak egyszerű, de az a baj ezzel a pályával, hogy innen amikor lejön, az se biztos, hogy a pingpongütőt pont úgy találja le, hogy elkezdje, tehát az előbb szerencsém. 3-2-1 mehet. Jó. Ugyanonnan engedem el, és mégsem ugyanúgy viselkedik. Itt volt egy vágás, kacok, és sikerült. Nem volt már kedvünk újrakezdeni, mert úgy éreztük, nagyon késő van. Ami azért érdekes, mert eddig mindig legalább egy fél órával korábbra tippeltünk, viszont az az egész most megfordult. Ez egy újfajta pingpongs, kacok, nem tudom, hogy ilyen létezik, de most kitaláltuk. Azt, hogy ilyen baromságokat találunk ki, azt szerintem már csak a fáradtság műve. Még egy picit játszottunk, aztán... A kedves Makórnak van egy nagyon jó vacsora ötlete, és én már nagyon félek. És mi az ötlet? Most gyújtóval égeted a pillácukrot? Kiégek rajta te? Itt azért már kezdtünk bekattanni, szerintem látjátok is, mert nagyon-nagyon zavaró az, hogy fingot sincs, hány óra, nappal van-e, éjszaka-e, mikor kéne elfeküdni. Szerintem most már bent vagyunk 12 órája, mert most kezdem érezni azt, hogy már nagyon-nagyon így elegem van. Honnan fogjuk tudni, hogyha vége a 24 órának? Mert hogyha lefekszünk aludni, akkor nem tudjuk, hogy mennyit alszunk. Ez a baj, nem tudod, hogy mennyit alszol. Egy valamit nem mutattunk még meg nektek, ami nem más, mint a WC. Szóval figyeljetek, a fürdőszoba az úgy van, hogy így jössz hátra, ott van egy olyan kis cucc, ami, mint megtudtam, egyébként mobil WC, és nem is tudtam, hogy itt van. Szerintem még mindig jobb, mint hogyha itt kis üvegekbe, flakonba gyűjtenénk egymás mellett. Szín szerint raknánk, hogy... Most már úgy éreztük, ideje lefeküdni. Mire táncolnak a programozók? Algoritmusra. Mondjak egy új fa viccet? Nem baj, úgyis most faragják. Aztán eltörtem egy bögrét. És hogy sikerült-e? Szerintem már reggel van, beszívódik ott a fény alatt. Szóval, ha most ezt felemeljük, ezt a garázsajtót, akkor azt jelenti, hogy kimentünk. Mert ugye az csalás, hogy megnézik, hogy milyen fény van, és akkor eldöntsük, hogy hány óra van. Megcsináltuk, remélem, ezt a kívást, amelyik szervettünk. Ó, bazd meg! Ha tetszett, iratkozz, felsd, dobd egy lájkot, köszi! El tudom tüntetni ezt a papírt, van egy mágus trükköm, ezt figyeld!